Ezen a héten a végjátékot elvesztve a kihívóknak, a kék csapatnak kell párbajoznia. Ezen a héten férfi párbaj van. Ami biztos, hogy a csapat leggyengébb statisztikájú férfi versenyzője jelesül, Dave, te párbajozol. Hogy ki lesz az ellenfeled, azt a legjobb statisztikájú csapattársadnak ismét, immáron harmadszor, Dorcinak kell eldöntenie. Dorci, többször álltunk már itt ugyanebben a helyzetben. Gondolkodtál, mérlegeltél, egyeztettél a többiekkel? Igen, beszélgettem külön a lányokkal is, külön a fiúkkal is. Most a fiúk nagyon sokat tudtak nekem segíteni a döntésben. Hogyan segítettek a fiúk, Dorci? Beszélgettünk, elmondták, hogy, hogy szerintük ki a legbiztosabb magában, ki szeretne kiállni, hogy ők hogy látják ezt az egészet. Számolgattak nyilván ők is a medálokkal, mindennel. És... Mondhatjuk azt, Dorci, hogy a fiúk így hárman egy csapatot alkotnak ebben a kérdésben? Igen, teljes mértékben. És amikor említed, hogy számoltak a medálokkal, ezért aztán ez csak az általad megnevezett párbaj fél számára lesz átruházható medál, vagy akár Dave-nek is? Megmondom őszintén, hogy ők hárman már annyira összekovácsolódtak, hogy nyilván szeretnének együtt maradni, és egymásért mindent megtesznek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most az általam kijelölt játékosra vonatkozik ez. Ki lesz az? Döntöttünk, hogy Flóri. Részese voltál ezek szerint a döntésnek? Igen, összeültünk hárman fiúk, és megbeszéltük, hogy mi lenne a leglogikusabb és legracionálisabb döntés. Az Alánt nem szerettük volna küldeni, neki a legjobb statisztikája a fiúk közt. Adut pedig úgy éreztük, hogy az elmúlt pár napban egy kicsit mély ponton van, nagyon hiányzik neki a családja és a kisfia. Úgyhogy nem szerettük volna őt kitenni most egy párbajnak. Plusz ugye most ma sikerült nyernie egy medált, nagyon elfáradt. Úgyhogy tényleg a leglogikusabb döntésnek az tűnt, ha ma én párbajozom a Dave-vel. Hallottál minden, Dave? Igen. Annyira nem ért váratlanul a dolog. Itt az elmúlt napokban már éreztem, hogy itt esélyem nincs, hogy itt a három srác mellé én becsapódjak negyediknek. Az, hogy a medálokat itt adogatják majd egymásnak, vagy sem, az számítottam rá. Én biztos, hogy nem fogom könnyen adni a bőrömet. Nem ezért jöttem ide, hogy most két hetet itt töltsek. Én nekem van még itt helyem szerintem, úgyhogy én mindent bele fogok adni, hogy a mai napot megnyerjem. A párbaj szabályai egyszerűek. Flóri, Dave, 4-4 életetek van. Amikor valaki eléri a nullát, az befejezi az exatlont. A csapatban lévő medálok, azok folyamatosan játszhatnak. Egészen addig, amíg valakinek egy élete van. Nullánál már nem lehet medált használni. Nézzük a harcteret! A rajt után egy csúszópályán kell a földre ereszkednetek, onnan egy kétemeletes akadály tetejéről kell egy medencébe csúsznotok, majd a medencéből ki két karikát meghúzva egy csapóajtó lejön, azon átfutni, csúszópálya, ismét medence, majd egyensúlyoznotok kell karikákon. Ezt követi az ügyességi feladat, ahol egy asztalon el kell kezdeni egy kockát bombázni. Ahogy a kocka elhagyja az asztalt, föl kell tennetek egy második kockát, és ezzel ugyanazt csinálni. Akinek a második kocka először elhagyja az asztalt, az nyeri az adott futamot. Megismertétek a pályát, amin meg kell küzdenetek. Tudjátok a szabályokat.
a tét világos. Kezdődjék hát a párbaj! Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.